Fesztivál volt a hétvégén Budapesten. Több mint 150 művész mutatta meg élőben, hogyan születnek alkotásaik. A tetovált sztárok is meglesték a nagyobb munkáit, így kíváncsian nézelődött a fesztiválon az Irigy Hónajmügyes Sipos Peti és Gazda Zoli is. Extrém külsejű különc figurák, meghökkentő mutatványok és berregő tetováló tük minden mennyiségben. Ötödjére rendezték meg a hétvégén a Budapesti Nemzetközi Tetováló Találkozót. A tetoválás az utóbbi években jóval inkább elfogadott lett, mint korábban. Persze azért így is akadnak olyanok, akik nehezen barátkoznak meg ezzel. Hát édesanyám az igazából szégyel nagyon. Volt olyan, hogy rámizet és mondta, hogy fiam, rád nézek, hány hatékon van. A legtöbben sokáig tervezgetik, hogy milyen motívum kerüljön a testükre, és az pontosan hova legyen pingálva. Az Irigy Hónajmirigy sztárja Sipos Péter viszont épp ellenkezőleg egy kevésbé átgondolt pillanatában csináltatta első tetoválását. Nekem olyan kicsi tetoválásom van, hogy sokszor meg is feledkezem róla, hogyha kérdezik, hogy van-e tetoválásom, azt mondom, nincs, pedig van. És egyszer egy motoros találkozón megokosodtam, és csináltattam egy menő manót a bokámra. Itt van a menőmanó a bokámon, de aztán rájöttem, hogy nagyon magányos szegény, és utána később a szigeten megint megokosodtam, és ott megnősült, és gyereke született. Itt van a bokámon. Azt mondják, aki egyszer ebbe belekezd, az nem tud leállni vele. És így van ez a testékszerekkel is. Ez a férfi például annyi testékszert rakatott már magára, hogy számára már olyan hétköznapi dolgokhoz, mint például az orrfújás, komoly rákészülés szükséges, de szex előtt is hosszadalmas a leszerelési folyamat. Lehetek, ki kell szedni sok mindent. Gangsta Zolira elég csak ránézni, hogy tudjuk, imádja a tetoválást. Neki többnyire sporthoz kapcsolódó tetoválásai vannak. Kislánya még csak 7 éves, de Zoli azt mondja, ha később ő is tele akarja tetováltatni magát, ő abban is támogatni fogja. Ha a lányom úgy határoz, hogy ő tetkoztatni akar, akkor nyilván támogatom. Ha nem, akkor azt is. Azt kell csinálni, ő egy individuum, majd ő eldönti, hogy mit akar csinálni, nem akarom őt befolyásolni. Nyilván megpróbálom terelni valamilyen irányba, de nem erőszakosan. Tehát nem tiltok, és nem kötelezek semmit. A találkozó egyik sztárja 7-szeres Guinness rekorder Johnny Strange volt. Az angol férfi nem a tetoválásairól lett híres, hanem inkább arról, hogy lélegzet elállító dolgokat csinál saját testével. Azt meséli, az anyukája még egyszer sem volt hajlandó megnézni az előadásait. Although my mom won't come and watch a show. Ő nem érti, hogy miért teszem, de az apám az már többször végignézte a fellépésemet, és büszke rám. A hétvégi találkozón 17 ország, 150 tetováló művésze vett részt. A helyszínen több száz tetoválás került a vendégek bőrére.